Felkészülten érkezett Marosvásárhelyre az új szemétszállító cégtársulás. Stratégiát dolgoztak ki a szelektív hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelésére, és GPS rendszerrel látták el a kukás autókat, hogy biztosan elszállítsák a szemetet minden lakóháztól is negyedből. Az ország első három városa közé tornázná fel Marosvásárhelyt szelektív hulladékgyűjtés terén az új szolgáltató, a Polaris M Holding és az Urban Group Environment cégtársulás. Hétfőtől kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság tudatosítására, hogy miért és hogyan érdemes gyűjteni a hulladékot. A lakóházas negyedekben színes zsákokat helyeznek el erre a célra, a tömbház negyedekben pedig színes konténereket. A kék színű zsákokban vagy konténerekben a papírt és a kartonpapírt lehet gyűjteni, a sárgában a műanyagot, a zöldben az üveget, az átlátszó tárolók pedig a fém hulladéknak lesznek fenntartva. A jó hír, hogy a marosvásárhelyekben megvan az akarat arra, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet, fogalmazott Mihály Teodor, a szolgáltató szóvivője. A szemétszállító nem tud egyedül szelektíven gyűjteni, szükség van a lakosok erőfeszítéseire is, mert otthon kezdődik minden. Abban a pillanatban, amikor a polgárok szelektíven fognak gyűjteni, abban a pillanatban, amikor betartjuk a menetrendeket, a programok ritmusát és gyakoriságát, akkor fog sikerülni nekünk megmenteni az újrahasznosítható hulladékot. A házaktól való szemét elhordását vállaló cégtársulás két hete kezdte el a munkát, miután a városban csak nem fél éve gondok vannak a hulladék elhordással. Amikor munkához láttak, a kettes számú hulladékgazdálkodási övezetben voltak olyan települések, ahol már 5-6 hete nem volt elszállítva a szemét. Az új szolgáltató felkészülten érkezett, működőképes programot dolgozott ki, mondta el Florian Moldován, a közterület fenntartó vállalat igazgatója. Tájékoztatni fogjuk a lakosságot arról, hogy milyen ütemterv szerint dolgozik majd a szemétszállító. Közzétesszük a polgármesteri hivatal honlapján és a közösségi médiában is, mert kisebb változások lesznek az előző szolgáltatóhoz képest. Plakátokat is kihelyezünk az egyesületeknél, hogy mindenki értesüljön arról, mikor, hova és hogyan kell kihelyezni a szemetet. Az új vállalat a hatékonyság növelése érdekében GPS-es rendszerrel látta el a kukásautókat. Egy applikáció segítségével előre feltérképezték, mely útvonalakon kell majd végighaladniuk a sofőröknek, így követni tudják majd, hogy honnan szállították már el a szemetet.